Az élővíz csatornába csúszott egy autó vasárnap késő délután Gyulán a Part utcánál. A helyszíni információink szerint személyi sérülés nem történt. Az üres külföldi rendszámú autó a Csigakert melletti Halszálka parkolóban parkolt, amikor elkezdett a csatorna vizébe csúszni. A járművet a katasztrófa védelem munkatársai rövid időn belül az autó kerekeinél rögzítve kiemelték a csatornából. Az eset nem számít egyedülállónak a városban, hiszen januárban a belvárosban hasonló eset történt.